Üdvözlöm a kedves nézőimet, különösen azokat, akik szeretnének motorkerékpárra jogosítványt csinálni, vagy kategóriát váltani. A videó hangját sajnos nem a motoron veszem fel, mivel szerencsétlenkedtem egy kicsit a kamerával, így nem lett meg a hangja, de remélem így alámondva is tökéletes lesz az élmény, sőt, szerintem így egy kicsit jobban felkészült vagyok. Kezdjünk is bele! Magyarországon, sőt igazából az Unió többségében, három kategóriára oszthatjuk a motoros jogosítványokat. A1 per B125, A2 és a korlátlan A kategória. Kezdjük a legkisebbel. Az A1 per B125 jogosítvány az 125 köbcentiig 11 kW, azaz nagyjából ilyen 15 lóerő körüli motorokig elegendő. Akár már 16 éves korban elvégezhetjük, és 16 óra gyakorlati képzést igényel, ami megoszlik ugye rutinpálya, illetve városi vezetés között. Az említett B125 kategória csak a képzésben különbözik, ennek ugye előfeltétele, hogy legyen B kategóriás, azaz személygépjármű autó jogosítványunk. Ha ez megvan, abban az esetben 2 óra gyakorlati képzéssel elvégezhetjük, és a végeredmény gyakorlatilag ugyanaz lesz. Szerintem ez a 2 óra gyakorlati képzés ez kevés, ha valaki még nem ült előtt a motoron és ezt a jogosítványt választotta, akkor érdemes lehet egy picit több gyakorlati órát igénybe venni, de ez személye válogatja. Az A2-es kategória az 35 kW, tehát nagyjából ilyen 47-48 lóerős motorokig elegendő, itt köbcenti korlátozás már nincs, és akár 18 éves korban elvégezhető. Szintén 16 óra gyakorlat szükséges hozzá. Az A kategória, ahogy már korábban említettem, korlátlan, se köbcentiméter, se teljesítménykorlátozás nincs. Ha nincs előképzettségünk, akkor 24 éves életkortól végezhető el. Ha A2-es jogosítványunk van, és azzal már 2 év aktív tapasztalatunk van, akkor akár már 20 évesen el lehet végezni. Tehát, hogyha valaki 18 évesen megcsinálja az A2-t, akkor már 20 évesen jelentkezhet A kategóriás jogosítványra. Az A kategóriának a többihez képest emelt óraszáma van, ott 26 óra gyakorlatra van szükség. A kategóriák között természetesen váltani is lehet. Az A1-ről korlátlan A kategóriára 16 óra, illetve 10 óra képzés szükséges. Ez ugye attól függ, hogy két éves gyakorlat, vagy attól rövidebb idő után szeretnénk az átképzésen részt venni. Ugyanez igaz az A2-ről az A kategóriára is, ott 12, illetve 8 óra az átképzési idő. Tehát, hogyha van egy A2-es jogosítványod 2 éves tapasztalattal, akkor 8 gyakorlati órával átképezheted magad. Ez ugye azért is fontos, mert hogyha valaki gondolkozik a jogosítványon, és fél attól, hogy most csinál egy A kategóriát, vagy A1 kategóriát, és kifizeti az árát, utána még egyszer ki kell fizetni a teljes gyakorlati időt, illetve ugye ez időben is sokkal többet vesz igénybe, ez nem feltétlen igaz, mert itt az átképzések miatt, a korábbi gyakorlat miatt rövidül a képzés. Nézzük, hogy mire jók ezek a kategóriák. Ugye itt a korlátlant azt kihagynám a témakörből, mert hát az gyakorlatilag mindent magába foglal. De nézzük a legkisebbet ismét. Egy 125 köbcentis motor, ugye nagyjából 15 lóerő körüli, vagy attól kevesebb, szerintem agglomerációs közlekedésre, napi szaladgálásra tökéletesen alkalmas. Ugye ezzel már vihetünk személyt, hogyha nem kezdő jogosítványunk van, tehát akár utassal is közlekedhetünk, illetve ami nagyon jó benne, hogy megtanulhatjuk a motorozás csínyát, bínyát, megismerhetjük, milyen akár tűzőnapon a dugóban állni, melegben az autók között, kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egyáltalán a motorozás, és hozzászokhatunk igazából. Ennek nagy előnye, hogy az A1-es motorok ugye teljesítményükből adódóan könnyűek, aránylag könnyen kezelhetőek, tehát meg lehet szokni azt, hogy milyen a motorozás fizikája, hozzá tudunk egy kicsit idomulni, mielőtt egy sokkal nagyobb motorra ülnénk. Ez ugye főleg a képzésnél lehet érdekes, mert egy 125 köbcentis motor az nagyjából ilyen 140-150 kg körüli, akár egy A kategóriás az bőven lehet 200 felett is, de jellemzően azért ilyen 200 kg körüli tanuló motorokkal kell megküzdeni. Nem tűnik nagynak az az 50-60 kg különbség, de amikor kezdő vagy és gyakorolsz a rutinpályán, hidd el, hogy sokat számít. Ellenben mire odaérsz, hogy A kategóriára szeretnéd átképezni magad, már megvan a tapasztalatod, rutinod. Szóval emiatt én mindenképp azt mondom, hogy érdemes lehet egy kisebb kategóriával kezdeni.
A teljesítményről nem is beszélve, sokkal kevésbé visz a rosszba, de azért a normál közlekedése elegendő lehet. Ez ugyanez igaz az A2-es kategóriánál is, tehát hogyha valakinek elegendő 47-48 lóerő, ami lássuk be, hogy a jelenlegi szabályozások, sebességhatárok és egyre szigorodó ellenőrzések mellett igazából normál közlekedésre bőségesen elegendő, akkor sokkal egyszerűbben le tud vizsgázni az ember könnyebb motorral. Egy A2-es kategória szerintem már akár túrázásra, hosszú távú túrázásra is elegendő lehet. Nyilván, hogyha meg van pakolva a motor utassal, hegyvidéken már nem feltétlen annyira dinamikus, de bőségesen közlekedésre alkalmas. Jut eszembe, csatornám elérte a 100 feliratkozót, amit nagyon-nagyon szépen köszönök. Ha eddig tetszik a videó, akkor kérlek te is iratkozz fel, úgyhogy gyarapítsd ezt a számot, illetve nyugodtan mondd el a véleményed, tedd fel a kérdésed kommentben. Köszönöm, folytassuk is. Felmerülhet benned, hogy minek szenvedj az A1 vagy A2 kategóriákkal, hogyha ott a korlátlan, egyszer megcsinálod, és minden megvan. Ez gyakorlatilag így is van, viszont ezt csak akkor javaslom, értelemszerűen, hogyha megfelelsz az A kategória követelményeinek, vagy ha van önmérsékleted. Szerintem a fokozatosság az nagyon fontos dolog, célszerű valamilyen kisebb, kezesebb motoron tanulni, mielőtt az ember megveszi az első 1000-es vagy akár nagyobb motorját, és tapasztalatot gyűjt. Beszéljünk egy kicsit a szükséges felszerelésekről. Ugye a kötelező védőfelszerelés az mindenkinek szükséges, bukósisak, kesztyű, protektorok, illetve a bokándat fedő cipő. Én mindenképp azt javaslom, hogy ha teheted, akkor saját védőfelszerelést vegyél. És ne csak a képzésre vásárolj felszerelést, hanem a jövőbeli motorozásra is. Tehát érdemes nem a legolcsóbbat, nem a legegyszerűbbet megvenni. Mindenből úgysem tudsz olyat venni egyből, ami tökéletes lesz, de célszerű minél jobbra törekedni. Ha minden védőfelszerelést nem szeretnél megvásárolni, sisakból mindenképp azt javaslom, hogy vegyél egy saját sisakot, hisz az mégiscsak közvetlenül a fejeddel érintkezik, és biztos vagyok benne, hogy az autós iskola nem tud neked méretben tökéletesen illeszkedő sisakot kölcsönözni. Ha eddig eljutottál a videómban, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem sikerült valamilyen hasznos tanáccsal szolgálnom a kategória választás vagy a jogsi készítés előtt. Sok sikert kívánok a vizsgádhoz, és találkozzunk az utakon. Sziasztok!